Na kérem szépen, akkor csináljunk egy úti videót hazafelé. Egy úti videót, elindulunk innét. Szépen. Azt mondja, hogy... kettő van. Hát öt év vagyunk, de hát nem tudom, hogy csávó mennyit fog írni. Sok jót nem nézek ki belőle, eléggé jó srácnak néz ki, de én szerintem nem ír többet, mint amennyi dolgozik az ember. Holnap nem jövünk, nem jövök én, mert hát egyszer három napra nem csináltam semmit idáig sem, bontottál kézzel ezt a szart, már rég lebontottam volna, úgyhogy nem sérült volna, mert a mellettelevő annyira fosnak, hogy megsérül a mellettelevő nagy épület, hogy képes, hogy lebontani kézzel szinte az egészet, és csak a vázát kell majd nekem a bontsággal szétszedni. Most el akarják vágni a falnál, hogy még véletlenül se sérüljön meg. Hát szép óvatosan szét tudtam volna szedni nekik, aztán nem lett volna semmi baj, de hát nem bíznak az emberbe. Bánja a fasz csinálják. Meg gondolom a számlát is így számlázzák, hogy más az ár, hogyha géppel szedik szét, és más az ár, hogyha kézzel. Na ez a fő utcája itten Szent Almásznak. Nagyon szép utca. Itt van a Csokoládé Hotel. Bal oldalt. Van egy szép utca és egy szép ilyen belső galéria itten. Mindenféle kávézókkal. Hát menjünk akkor hazafelé, aztán lássuk mi lesz. Valami, hogyha megyen Dunát előtt előttem azért, esetleg még mennétek is. Szerencsétlen. Úgyhogy majd csak. Egész egyébként ez kimegy a külvárosba, és gyakorlatilag kanyar nélkül megy el ez az út egészen Watfordig. Egész Watfordig kanyar nélkül megy ez az út. Egyenesen. Van benne mondjuk mint 6-8 körforgalom, de mindenféle kanyargás nélkül ez az út egyenesen megy Watfordig. Előtte mi lemegyünk az M1-es autópályára. Hát a Watford szélén így elmegyünk. Ja, na. Ott az autópályára rámegyünk, nem egyesre. Hát nem is esett ám az eső, de elég borús és hűvös idő volt. Fel kellett már vennem egy fősőt, a póló már kevés volt, pláne így, hogy nem csináltam semmit, az a gép se járt, hűteni se tudtam. Inkább felvettem valamit. Úgyhogy... Yeah.
utcos, hát egy utcos hely. Maradjok annyira. Na most kezdve esni az eső, hogy rohadjon meg. Most kezdve esni az eső. Nem tettem meg. Az első körforgalom, amiben megyünk. Aztán ki is jövünk. Belőle. És itt van egy olyan körforgalom, az előtt áll a sor, amelyik egymás mellett 50 mérföld, 20 méter egymás mellett két körforgalom, olyan körforgalom, aminek csak egy ilyen fehér kör van felfestve, de mégiscsak körforgalom. Fehér kör van felfestve az út közepére, és egymás mellett van kettő belőle 20 méterre. Azaz mindig megáll ez a sor egy kicsit. Aztán azonban utána már tudunk haladni majd. Szép zöldövezet, ilyen jobbra-balra, nagy haciendák vannak. Hatalmas nagy birtokok. Épületek. Közlekedés szempontjából, ha autóval jár be az ember Londonba innét, akkor is szopó ág van. Mert reggel kilométeres sorok állnak London határába befelé, este meg kifelé. Este meg kifelé. Tehát én ugye Londonban lakok, de ha kifel kijárok, mondjuk ide Szentálmazon, vagy Welwyn Garden City, vagy Watford, vagy bárhol kijárok dolgozni, nekem annyiból jó, hogy reggel kifelé könnyű, és este befelé is viszonylag könnyű. Mert pont ellenkező irányban van a forgalom, de ha kint laknák Londonon kívül, a szopóák. Ott mindig akkor fél óra, óra várakozás, amíg az ember vagy bejut Londonba reggel, vagy kijut Londonba este. De hát elmondhatja, hogy agglomerációban lakik, és mi is a Newford Londonban. Na itt van a körforgalom, egyik az első, ott a fehér felfestett kör a közepén, és itt a másik körforgalom közvetlenül. Legalább ugyanennyi, úgyhogy nagyváros, szó se róla, nagyváros Szent Albans. Olyan Budakeszi mondjuk, vagy olyan státuszban van, vagy Szentendre,
lehajtó körforgalom, minden autópálya lehajtó és felhajtó körforgalomból történik. Tehát az M25-ös is autópálya, és hát de minden autópálya az a lényeg benne, hogy körforgalom a lehajtó-felhajtó keresztező, az autópályát keresztező utakra. Teljesen milyen út, nincs ilyen, hogy egy sima lehajtó autópályáról, hanem az általában körforgalom, mindig körforgalomra torkolik, vagy az autópálya fölött vagy alatt, de ez a körforgalmak hazája. A körforgalmak hazája. Vannak több sávos, 3-4 sávos körforgalmak, van ahol a behajtónál részen is lámpa van, van ahol benne a körforgalomban is van 2-3 lámpa, ön is előfordul. Tehát lámpával szabályozott körforgalmak is vannak, a nagyon nagyok. Ez igen gyakori. Tehát a több sávos körforgalmakat hát meg kell tanulni, használni. Általában fel vannak persze a sávok, hogy melyik útra, melyik a kihajtó sávok milyen útba torkolnak bele, hányas szám útba. Általában fel van festve az útra. Nem mehetsz körbe a külső, tehát az, hogy te a körforgalomban a külső sávban vagy, a legkülső sávban, nem jogosít fel arra, hogy mindenhol elsőséged van, és körbe mehetsz a körforgalomban 18-szor, amire megtalálod, hogy hol kell kimenni. A második kihajtósnál, ha a külső sávban vagy, a második lehetőségnél ki kell hajtanod. Mert egyébként igen gyakori az, hogy a középső vagy a belső sáv kivezet a körforgalomból, és az védetten, tehát neked elsőséget kell adni, ha tovább akarsz menni a külső sávba. Annak, aki a belső sávból kifelé megy a körforgalomból, annak neked a külső sávban elsőséget kell adni. Ez egy igen furcsa helyzet, de így van. Nem jelenti azt, hogy aki a körforgalomban van, annak mindig minden körülmények között elsőbsége van. Valamikor egy körforgalomban akár 3 sáv is kivezet. Úgyhogy azoknak elsőbségük van a kivezető sávoknak. Úgy van felfestve az útra, az a sávhoz kivezet. Az autópálya, az már ott, ami van ott a fölüljáron, az már
sebesség 115 km, 70 mérföld. Bármilyen furcsa, bármi Londonban vagyunk.
hotelig, a kamionkapóig, ott aztán minden van. Tehát ott van szerviz, az egy hatalmas nagy komplexum, így azon nagyon ritkán van, mint 50 km-re, 60 km-ként. De, vagy még annál is ritkán van. De viszont ott az minden van. A Kentucky, a Burger King, a Starbucks, amit el lehet érzelni minden, a Marks & Spencer, és pár is szokott lenni. Itt is van egy egyébként, itt ki is van a táblára mindjárt, hogy mi minden van ottan. London előtt van közvetlen. Itt van a tábla, sorolja fel ez a tábla, hogy Burger King, Shell, Starbucks, Subway, What a White Rose, White Rose. Tehát minden van. Megcsinálják azt, hogy olyan nagy a komplexum, hogy nem csinálják meg az út, mint a két oldalán, hanem az út egyik oldalán csinálják meg. És a mondjuk például most a jobb oldalon van a szerviz, és egy sima felüljáró vezet át oda. Tehát inkább építek egy felüljárót, ami átvisz a benzinkutakhoz. Egy ilyen felüljárót, amivel most elmegyünk, építek egy ilyet, mint hogy ezzel a felén is csináljanak egy ugyanolyan nagy szerviz komplexumot. Hogy ellátom a benzinkutakhoz mindennel együtt. Nem duplázzák meg, hanem egyet csinálnak, itt van egyet jobb oldalt. Egyet csinálnak, mindjárt átvezetik a forgalmat, ha valaki át akar menni oda, át és visszavezetik a forgalmat.
elmegy más irányba. Ahogy jelzi. Zion.